gondolom, hogy a kiskumajsi iskolák közül elsőként mi már 7. éve csatlakoztunk a mézes reggeli programhoz. Ennek keretében a kiskumajsai méhészektől már az első évben is nagyon sok mézet kaptunk, melyet ezen a napon, illetve a karácsony előtti adventi időszakban használtunk fel mézes kalácsütésre, reggelente a gyerekek mézes teát, mézes vajas kenyeret kaptak. A városlakóknak is kedveskedtünk a mézből készült puszedlikkel, illetve mézes süteményekkel. Mai napon a kiskumajsai Arany János Általános Iskolában mézes reggeli keretében egy előadást tartottunk a gyerekeknek. 7 éve tartja az Országos Magyar Mészeti Egyesület a mézes reggeli szervezését. Ebben a szervezésben a kiskumajsai méhészek, a Halas és Környéke Mészeti Egyesületnek a szervezésében mézet ajánlottak fel a gyerekek részére. Beszélgettünk a gyerekekkel a méheknek a jelentőségéről, fontosságáról, hogyan óvjuk a méhcsaládokat, hogyan óvjuk a méheket is, hogy természetben milyen jelentős szerepet töltenek be. És természetesen a mézet is megkóstolták a gyerekek, amivel a méhek megajándékoznak minket. Az Arany János Iskola, Iskola utcai telephelyén, az alsó tagozaton mézes napot szerveztünk a gyerekeknek. Ebben mézes tea és mézes kenyér került felszolgálásra, valamint a gyerekeknek készítettünk egy játékos vetélkedőt a délután folyamán, ami éppen most is zajlik. Nagyon élménydús program ez a gyerekeknek, amit minden évben megrendezünk a mézes program keretében. Ehhez kapcsolódott még Hunyadi Lóránt méhész előadása, amit szintén nagy érdeklődéssel fogadtak a gyerekek. Nagyon fontos, hogy mi már több év óta örökös ökoiskola vagyunk. Ennek keretében a természet megóvásához, a bioszféra megóvásához is igyekszünk hozzájárulni. Ennek a programnak a keretében nem csak kapunk, hanem azt gondolom, hogy adunk is, illetve közreműködünk abban, hogy a méhészek el tudják mondani előadások, tájékoztatók keretében, hogy mi lenne a világgal, hogyha a méhek kihalnának. Nagyon sok gyermek tanórán is hallja ezt, de ilyen keretek között még inkább megragad benne. Tudják azt, hogy nélkülük gyakorlatilag nem létezne a világ.